Na szevasztok srácok, üdv a csatornán, egy nagyon jó tutorial videóval érkeztem hozzátok. Szeretném megmutatni, hogy lehet átírni a Farming Simulatorba a modoknak az árát és a kapacitást, hogyha esetleg valamilyen pótkocsiról vagy olyan dologról lenne szó, aminek ugye van kapacitása. Először is annyit teendőnk, hogy ugye belemegyünk a saját gép, dokumentumok, MyGames, Farming Simulator, most ugye a 2015-ön fogom megmutatni, és a mods mappában ugye itt vannak a modjaid. Én egy pótkocsin fogom megmutatni ezen az FS15 tonáron, azért, mert ugye itt meg tudom mutatni az ár átírást is, és a kapacitás átírást is. Na, szóval, hogyha ez itt megvan nekünk, vagyis megvan az a mod, amit át szeretnénk élni, most épp ugye ez, akkor, hogyha a WinRAR fenn van, annak fenn kell lennie, nyomsz rajta egy dupla kattot, akkor meglátod, hogy ebben a tömörített állományban milyen fájlok vannak. És ezek közül a fájlok közül nekünk nincs semmire szükségünk, csak erre a moddesk.xml fájlra. Hogyha ez megtörtént, tehát megtaláltuk, akkor nyomunk rajta egy jobb gombos, és kicsomagolás a megadott mappába. Természetesen ezt oda csomagolod, ahova akarod. Én kapásból ebbe a modmappába csomagolom, hogy akkor gyakorlatilag kéznél legyen. Na, hogyha ez megvan, akkor ezt bezárjuk, és akkor ugye ide került ez a fájl. Nyomok rajta egy olyat, hogy mind a kettőt látsuk, mind a két ablakot, ugye, mert szükségünk lesz még erre is, meg arra is, hogy gyakorlatilag megnyitás új ablakba, és akkor itt látjuk, hogy itt van nekünk ez a moddeszkünk, meg ugye itt van nekünk ez a tonárunk. Most annyit csinálunk, hogy ezt a moddesk fájlt megnyitjuk, edit, nekem az van ideírva, neked szerkesztés lesz, hogyha esetleg neked nincs itt a szerkesztés, akkor csináld azt, hogy megnyitás notepaddal. Van rendben? Notepaddal kell megnyitnod. Ha ez megtörtént, akkor megvan nekünk ez a gyakorlatilag ez a konfigurációs rész. Látjuk ugye a fájlnak a tartalmát, itt meg kell keresnünk a price-ot, tehát itt látod, hogy price, az ugye az ára, és ugye 43.900-ba kerül, itt át tudod írni gyakorlatilag amire te szeretnéd, akár 1 euróra, vagy 15 euróra, vagy akármire. Utána meg kellene keresnünk ugye egy olyat, hogy kapacitás, ugye látod, hogy itt van, és akkor itt van ugye, hogy literbe, hogy mennyi a kapacitása. Ez 42.850 a kapacitása, és most egyelőre én amire már nem akarom, mert igazából nem akarok ugye belenyúlni, de itt gyakorlatilag átírhatod akár mire, bármire, és akkor annyi lesz a kapacitása annak a portkocsinak. Természetesen ettől függ, ugye a súlya is esetleg nőhet, szóval erre azért figyelj. Akkor, hogyha ez megtörtént, akkor nyomsz egy file, save-et, ez megtörtént, bezárod, és más dolgod már nincsen, mint meg kell, ugye itt van nekünk ez a pótunk, ugye meg itt van nekünk ez a moddeszkünk, amit már ugye elmentettük, módosítottunk. Fogod, megfogod, és ezt belehúzod abba. És innentől fogva, ugye már a módosított moddesk került bele ebbe a fájlba, ugye itt ez a fájl, ez már ugye módosítva van. És amikor be fogod tölteni ugye a Farming Simulator 15-edet, vagy esetleg a 17-edet, vagy amelyiket szeretnéd, akkor módosítottad már ugye az árát, vagy esetleg ugye a kapacitását. Na, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, kérdésetek van, tegyétek fel a komment szekcióba, vagy hogyha látnátok hasonló videót, tutorial videót, akkor írjatok, és tegyetek javaslatokat, hogy milyen videót látnátok még szívesen. Sziasztok! Hiányzik az aján.